A kormánypártokkal és az ellenzék összefogásával oldaná meg az egészségügy helyzetét Kincses Gyula, aki egyeztetésre hívta a pártok képviselőit. Vendégünk a korábbi egészségügyi államtitkár. Mi az, hogy hívná? Hívta is, és jöttek is javarészt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát akik nem jöttek, azok a kormánypártiak. Igen, illetve pontosabban azért csak a Fidesz volt hívva, mert én mindig szeretek normatív szabályokat hozni, és én a mérhető támogatottságú, tehát a közvéleménykutatások által az 1%-ot elért pártok vezetőit hívtam. KDNP-t önállóan nem jegyzik. Vajon mi? Nem, ezt nem kérdezem. Ez politika, ez más. Nem ez a mi dolgunk, hanem az egészségügy a mi dolgunk. Itt az összefogás, az egy nagyon furcsán hangzó kifejezés, mindenki a politikáról beszél, de itt nem erről van szó kivételesen. Tehát nem arról van szó, hogy megpróbálja összehozni a politikai pártokat egy koalícióba a választásokra, hanem arról van szó, hogy valami szakmai együtthatót keres, amivel el lehetne indulni, nem? Abszolút. Tehát egy picit messzebbről nézve a dolgot, állandóan híreket hallunk, hogy halott van a WC-ben, meg a folyosón, meg penészes a parizer, meg nyitott mellkassal viszik a kislányt. Erre jönnek a kommunikációs válaszok, hogy de az nem úgy van, meg nem is volt nyitva, meg a WC-se ott volt, és a parizer meg különben sem, és írjanak havi vagy napi jelentést, plusz a kórházigazgatók írjanak valamit alá. Tehát egy ilyen kommunikációs térben élünk, ahol az egészségügyről hihetetlenül sokat beszélünk, de valójában arról, hogy mit kellene csinálni, hogy lehetne ebből kilábalni, erről nem nagyon van szó. Mert mindig az a kérdés, és az adekvát válasz, hogy miért másra költünk, miért nem az egészségügyre, és hogy ha sokkal több pénz lenne benne, akkor biztos sokkal jobb lenne. Ez nem ilyen egyszerű? Nem. Ez ugyanolyan, mint hogy miért van hulla a WC-ben, vagy miért penészes a parizer, tehát nem megoldás. Több pénz kell az egészségügyre, ebben nincs vitánk, tehát ez egyértelmű, de önmagában több pénzzel nem lehet a kérdést megoldani. Valamilyen hosszabb távú, kiforrott alapelvek szerint végrehajtott egészségpolitikára lenne szükség, ami kezeli azt a helyzetet, amiben élünk, hogy olyan mértékű a technológiai fejlődés, a költségnövekedés, hogy a régi elvek, régi struktúrák szerint már ez nem megoldható. A politika nyilván egészen más fogást talál egy problémán, mint az, aki benne dolgozik a probléma sűrűjében. Itt volt Sándor Mária két nappal ezelőtt. Ő kifejezetten arról beszélt, hogy nem vonzó a pálya, nincs rendes képzés, nincs utánpótlás képzés, nem hívják a fiatalokat valamivel, ami számukra tényleg értelmes alternatívát, perspektívát nyújt. Tehát ő egész másfelől közelítette, de nem biztos, hogy ez, és nem biztos, hogy ez máshol van, mint amiről ön beszél, csak nyilván másképp fogalmaz. Ugyanannak egy másik nézőpontjából mondta el Mária, amit mondott. Tehát én is azt gondolom, hogy ha nincs valamilyen célképzet, célmodell, hit, hogy merre akarunk menni, és ez hiányzik ma az egészségügyben. Ez volt az a iniciatíva, ami ennek a levélnek a megírására késztetett engem. És a másik pedig az, hogy látszik, hogy van valamilyen összefogás vágy az emberekben és az országban, illetve különböző szakmai fórumokon láttam, hogy azt pártok között nagy politikai szakadék van, de valójában, amikor a szakmáról beszélünk, akkor nem olyan durvák az eltérések. És ezért írtam meg ezt a levelet, amire a 10 pártból 9 igent mondott, és tegnap sikerült leülnünk és eldönteni azt, hogy igen, megcsináljuk, vagy megcsinálják ők pontosabban, és egy közös minimummal fog ez a csapat előállni. Minden pártnak van egészségügyi szakpolitikusa? Valamilyen szinten igen. Tehát van, ahol ez inkább a struktúrához tartozik, van, ahol inkább az egészségügyhöz tartozik, de igen, van. Ez ugye egy egészen hosszan széles kerestem kör volt, a Fidesz-KDNP-ét, bocsánat, de aztán egy Facebook közvéleménykutatás alapján sikerült kideríteni. De hát nem jöttek. Jó, de ott a címzés is probléma szinte volt, hogy volt. Kinek. Azt akartam mondani, hogy a Jobbiktól a két farkú kutyáig, ezek szerint itt mindenki érdekelt volt ebben a történetben, eléggé szélesre nyitotta ezt az ajtót, egyébként véletlenül ebben helyesen, hiszen mindannyian az egészségügyre szorulunk, így vagy úgy előbb-utóbb. Meg is volt a közös többszörös rögtön az első találkozón? Tehát lehetett olyan cölöpöket találni, amikkel támaszkodva el lehet indulni? Nagyon jó volt megélni azt, hogy a pártok ott levő képviselőinek szintén hiányzott az, hogy valamiről őszintén és szakmailag tudnak beszélni, de politizálva. Egy nagyon jó élmény volt. Ezt értem, de
jutottak valamire az első találkozáson? Tehát első, jót beszélgettek, értem, jól érezték bocsánat, magukat. Ez már önmagában ma, igen, hogy egy jó társaság. Ilyen széles összefogás, vagy széles körű összeülés, nem tudom mikor volt, ez egy politika történeti esemény volt tegnap, ahol értelmesen együtt tud beszélgetni gátlások, külső félelmek nélkül a Jobbik, a DK, az MSZP, az LMP. Hát egy normális országban egy választási kampányban elő kéne fordulnia, de tudjuk, hogy ez már 2010-ben sem így volt, nem, hogy 2014-ben. De most Magyarországról beszélünk. Hát jó, igen. Jó. Ott ült a 9 párt képviselője, meg ön. Ezt akkor az előző kérdésére nem válaszoltam, hogy a tegnapi ülés célja a szándék kinyilatkoztatása és a munkamódszer meghatározása volt. Hogyan folytatják? Úgy folytatjuk, hogy vannak beszélgetések a politikusok között. Ezt ön szervezi változatlanul? Moderálom, vagy adminisztrálom, vagy jegyzőkönyvezem, vagy ilyesmi. Ennek a beszélgetésnek a hozadékát leírom, elküldöm a pártoknak, és ebből jön egy előszöveg, amit a következő ülésen megvitatunk. Ott kiderül, hogy még ez hiányzik belőle, ez a szempont még nem jött elő, vagy ez előjött, de ebben nincs közös többszörös, akkor én a ottani beszélgetés alapján átdolgozom a papírt, és így iterálunk, tehát úgy gondolja, hogy 2018-ra a következő választásokra el lehet odáig jutni, mondjuk ezzel a 9 pártra, most akkor a Fidesz-KDNP-t vegyük ki ebből a képletből, ők akarnak maradni, hogy legyen egy közös... Tehát nagyon fontos, hogy hívjuk őket. Tehát ez nem egy ellenzéki csoportosulás. Így van, jó, de nem persze. Ellenzéki csoportosulás, hanem ők nélkülük van. Szóval az lett volna a kérdés, el tud jutni a 2018 választásaig, hogy azt tudja mondani, hogy van egy minden párt által elfogadott egészségügyi program, amivel 18 után el lehet indulni? Nem. Nem ez a célja a munkának. A munkának az a célja, hogy 2017 őszére, tehát nem nagyon soká, a politikai nagyüzem beindulása előtt legyen egy közös minimum. A közös program az egy ennyire eltérő beállítottságú ideológiai pártoknál olyan illúzió, amit az én koromban már az ember nem tud könnyen magára venni. Keressük meg a legkisebb közös többszöröst. Így van, és ez is nagy dolog, tehát nagyon egyszerű példát mondok, odáig el lehet jutni, hogy állami egészségügyet akarunk, vagy szolidaritás elvű, teljes körül mindenkire érvényes társadalombiztosítást. Ez már egy fontos dolog, mert akkor legalább tudjuk, mert ma nem tudjuk, hogy Magyarországon társadalombiztosítás van, vagy állami egészségügyi rendszer. És ennek megfelelően nincs fejlődési iránya. De ha ebben egyetértés van, akkor ez már egy cölöp, amire bárki jön tud építkezni, de hogy az egy biztosítóval fogja, decentralizáltan fogja, hogyan akarja járulék részét, milyen mértékben határozza meg a csomagot, ez már minden pártnak lehet külön saját szakpolitikai kérdése. A szabad nem szakemberi kéttolúsággal hozzáállni, legalább valamiben egyezzenek végre meg, ez a szándék, nem? Így van, így van. Jó. Hát jó munkát kívánok. Szerintem ez egy nagy feladat, amiben a fejszéjét vágta, ha ezzel képzavar elfogadható így a végére. Köszönöm Egyáltalán szépen. Köszönöm én is.